a rögzítésnél legjobb esetleteit, szóval köszönöm szépen, hogy ilyen sok lehetetek, remélem, hogy tudunk, be tudunk elégíteni a folyamatokban, ilyen és érdemes is volt kiderülni. Hogy azt kérdezve, Zsolt kicsit igazán szerint hetesség külsőgyenség folyamatait próbáljuk meg összefoglalni, illetve egyedüli tekintést próbálni nyújtani a régiós folyamatokra is, hiszen a fizetési megalakulásának az értékelését az nagyban segítő, hogyha látjuk azt, hogy a környező országban mi is történne. És nem szeretnék, hogy az előadás közben vágnak nem kérdése, ilyen tisztázó kérdése közt tettük, hogy az segítői polcnak a megérkezés. A kiadványnak fontosabb üzenetét a következő diám foglaltuk össze. A legfontosabb üzenet, hogy 2017-ben is folytatódott a külső sérülékenység csökkenése, ez elsősorban a stílusosan alacsony külső adósságmutatókban jelentkezik. Egy fontos folyamat is összetett minden figyelmet, hogy egyre inkább a követelések növekedésre meghatározó, tehát korábban a külső források szűkülése jelölte ezt az állat, hogy a követelések növekedése az, ami csökkenti a nettó külső adósságot. Az is fontos üzenet, hogy a külkereskedelmi aktívumunk az mérséklődött 2017-ben, ugyanakkor ez valóban is magas. Ezzel kapcsolatban azt fontos kiemelni, hogy ez elsősorban az erős belső keresletet okozta. Az áraegyenlő csökkenését, mivel export tovább nőtt, tehát az export képessége továbbra sincs van, illetve a szolgáltatás egyenek többet továbbra is kiemelkedő, ami a hazai gazdaságnak is nem volt, ahol jelentősége, erről a később beszélünk tisztelt esetben. 2017 végére rendkívül alacsony szintű csökkent a külső adósság, ez egyrészt a kérdemre jó volt arra, hogy megfelelő, és másrészt pedig a csökkenő forrásolási igény szempontjából fontos, illetve a régiós szintű a kedvező külső pozíciója van Magyarországnak, ami a külső finanszírozási képességre jelentkezik, és ennek hatására a nettó külső adóssága a régiós szintre tudott csökkenni. Tehát a következőkben ezeket a főzeteket fogjuk kifejteni, illetve még az előzőségekkel is szeretnék egy összefoglaló ábrát mutatni, ami a legfontosabb külső sérülékenységi fundamentumoknak a relatív elmozdulását jelzi. Itt a középponthoz közeledni értékek jelzik az adott fundamentum erősödését. Jól látszik, hogy a válság utolsó évhez képest 2016 és 2017 is jóval kedvező volt, külső sérülékenység szempontjából a megjelentő módon. Illetve a 2017-es folyamatokat illetően a nettó külső adósság és az államadósság előzományában történt jelentős javulás, valamelyest csökkent a nettó külső finanszírozási képességünk, de továbbra is magas szinten van, erről ugye részletesebben is beszélünk, és a tartalék megfelelés és a bruttó külső finanszírozási igény az nagyjából változatlan volt, tehát viszonylag kedvező szinten stabilizálódott. Tehát először reálgazdaság megfizetés szerint szeretném mutatni a folyamatokat, ami végzősen azt mutatja, hogy a hazai szektorok rendelkezésre álló jövedelmében megmarad meg a beruházásért, a fogyasztási kiadásokat követően. Itt látható, hogy 2017-ben csökkent ez a megmaradt jövedelem. A külső finanszírozási képesség a GDP 4, a folyófizetési mérleg többletetőjével a GDP 3%-ára csökkent. Ennek hátterében elsősorban a külkereskedelmi mérleg csökkenése áll, ami továbbra is viszont a magas szintet ér, azért, illetve részben a külföldre történő jövedelem áramlás is a folyómérleg többletének csökkenésének irányába hatott. Miközben az növekedő transfer beáramlás pedig fékezte ezeket a folyamatokat, ezért is azt, hogy a külső finanszírozási képesség kisebb mértékben csökkent, mint a folyófizetés mérleg. Az, hogy a külkereskedelmi többlet csökkenésének hátterében mi áll, itt elsősorban az áraegyenleg csökkenése határozza meg a külkereskedelmi többlet változását. Jól látható, hogy az elmúlt másfél évben a GDP 4,5%-ával 2%-ra csökkent az áraegyenleg többlete. Ezt már később részletezik, hogy mindig is állnak ennek hátterében, viszont itt látszik az a folyamat, amit említettem, hogy közben a szolgáltatás egyenleg többlete, az stabilan növekvő pályán, mert 2017-ben magas szinten stabilizálódott,
ami több szempontból is ilyen kérdező az igazság szempontjából. Egyrészt a szolgáltatásoknak sokkal kisebb az import tartalma, tehát a netto exportot jobban tudja gyógyítani. Másrészt illetően az igazság hozzáadott értéke is nagyobb a szolgáltatásoknál, illetve a válság az is megmutatta, hogy a szolgáltatás export kevésbé esett vissza, mint az áraexport, tehát a válság esetében ez egy válság ellenálló iparág. Tehát ezeknek kedvező a szolgáltatási magas többete, illetve hogy továbbra is magas szinten tudja tartani a külkereskedelmi többetet, annak ellenére az árvételekben ilyen csökkenés történt. Azt, hogy milyen az árvételek csökkenésének hátterében a következő diát próbáltuk meg összefoglalni. Itt a legfontosabb az a beruházások növekedése, azon is a feldolgozói ipari beruházásoknak jelentős importtartalommal járnak. Ez jelent hozzá a legnagyobb mértékben a csökkenő áru többlethez, ugyanakkor ezt egy pozitív folyamatnak gondoljuk, hiszen a beruházások növekedése az egy gazdaság potenciális növekedésének javulásához jár hozzá, tehát ez ilyen szempontból kedvező. Emellett 2017-ben is jelentős volt a fogyasztás növekedése, illetve a kiskereskedelmi forgalom belül a tartós termékek fogyasztása emelkedett igen dinamikusan, aminek szintén viszont nagy az import tartalma, valamint a import volumen hatásai mellett a külkereskedelmi árak változása is az árutöbbet csökkenésének irányába hatott. 2017-ben emelkedtek valamelyest az olajárak, így az energiahordozók importja is magasabb volt, mint az előző évben. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az energiahordozók importja továbbra is jóval elmaradt a 2015 előtt jellemző szinttől. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy a válság előtt, illetve az 15 előtt jellemzőhöz képest, milyen szinten áll a külkereskedelmi többlet. Két olyan tényezőre is felszeretnek hívni a figyelmet, ami árnyalja az árvegyelek csökkenését, vagy az árutöblet csökkenésére kialakított képet. Egyrészt az, hogy mit látható volt, hogy elsősorban az import oldali tényezőket említettük ki, az exportpiaci részesedés is tovább emelkedett, tehát 2017-ben annak ellenére, hogy viszonylag magas volt a hazai bérdinamika, az export versenyképessége az nem romlott, a szektorpiaci részesedés is tovább tudott emelkedni. A másik tényező, amit pedig érdemes figyelni, hogy az árvegyelek romlása az a régióban is egy jellemző folyamat volt. Itt előzetesen mutatjuk egy árvegyelek nemzetközi összehasonlításból, ahol az látszik, hogy bár Magyarországon volt a legnagyobb mértékű, de a többi régiós ország és a GDP-arányos fogyasztási mérleg többlet az mérséklődött, illetve ahol ilyen volt ott, most az árvegyelek többlet mérséklődött, illetve ahol ilyen volt ott nagyobb felmutatkozott. De még arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy mi Magyarországon a fogyasztás GDP-arányos nagysága az nagyjából stabil alakult, és jól látható, hogy az árvegyelek többletének alakulásában a GDP-arányos beruházás mozgása meghatározó. Addig a vannak olyan ország, például Csehország és Lengyelország, ahol a GDP-arányos fogyasztás még növekedett is, és ez is nagyban hozzájárult az árvegyelek romlásához. Ami a jövedelemanyagok tételét illeti, itt a korábban jellemző folyamatok részben folytatottak, látszik, hogy tovább csökkent a nettó kamat kiadás, tehát még 2012-ben GDP közel 4%-át tette ki ezt, addig 2017-ben már csak másfél százalékára csökkent az a kamat kiadás, amit a külföld felé kellett teljesíteni. Ekközben viszont nőtt a külföldi vállalatok Magyarországon szerzett jövedelme. Ennek hátterében részben az állt, hogy a bankszektornak kiemelkedően meg volt a profitabilitása 2017-ben, illetve az export is, mint említettem, igen, nem érték menő, és ekkor is általában a külföldi vállalatok jövedelme az nő, illetve kisebb részben a éven belül külföldön dolgozó, kivatelme is mérséklődött a GDP arányában, és összességben azért az a jövedelme jelenleg hiánya az valamelyest randott 2017-ben. Hogyha rátérünk a finanszírozási oldalra, amivel is azt mutatja meg, hogy a költekezés után megmaradt jövedelmet mire fordítják a hazai szektorok,
Itt azt látjuk, hogy 2017-ben is jelentős volt a nettó külső adósság csökkenésére fordított összeg, tehát 5 milliárd euró körüli összegről van szó. Eközben pedig folytatódott a nettó FDI-t áramlás, viszonylag stabil és magas értéke, tehát 2017-ben is 2 milliárd eurónyi nettó FDI-t áramlás történt Magyarországra. És hogyha ezt a 5 milliárd euró külső adósságcsökkenés, nettó külső adósságcsökkenés, tehát megnézni, hogy mely szektorokhoz is köthető, akkor az a következő arra látható, hogy itt is változás történt, tehát míg 2016-ig a bankrendszer nettó külső adósságra csökkent viszonylag nagy mértékben, 2016-ban ráesített a forintosítással járó devizaváltadás, tehát a bankoknak történő devizaváltadás is, ami az államnál a nettó külső adósság növekedésének irányába hatott. Addig 2017-ben a bankok nettó külső adóssága enyhén emelkedett, és a nettó külső adósság csökkenése az alapvetően az állam háztartáshoz kötődött, hiszen tovább is az önfinanszírozási program azt jelenti, hogy igyekszik belföldről finanszírozni magát az állam, illetve a vállalatok is csökkentették a nettó külső adósságot. Korábban mindig felmerült, hogy ez a nettó külső adósság, ez vajon mennyire nettó külső adósság csökkenése, ez vajon mennyire értékelhető pozitív folyamat, mint egy rendben, hogy csökkenti az érzékenységet, hogy a külföldi forrás ellátottság csökkenése az vajon értékelhető. Erről utalt a bevezetőben, hogy itt is egy változás történt 2017-ben. Tehát a nettó külső adósság, az két tényező miatt is tud csökkenni. Egyrészt akkor, hogyha a magánszektor visszafizeti a külföldi hitelét, itt látható, hogy a kormánytranszakciók alapján 2009 és 2016 között mintegy 30 milliárd euróval csökkentette a magánszektor a külföldi adósságát. A nettó külső adósságot ugyanakkor az is csökkenti, hogyha a hazai szektorok külföldi követeléseket halmoznak fel, külföldi megtakarításokat képeznek, és látható, hogy az elmúlt időszakban ez volt jellemző. Tehát míg 2017-ben a külföldi forrásoknak beáramlottak, vagy külföldi hitelfelvétel történt a magánszektornál, ez meghaladó mértékű volt a külföldi követelések képzése, és az elmúlt időszakhoz hasonlóan inkább a külföldi követelések növekedése járult hozzá ahhoz, hogy csökkent a magánszektor nettó külső adóssága. Milyen fontos folyamat ez? Egyrészt nyilván azért, mert a külföldi forrásokat tudják beváltásra is politikai, tehát a külföldi forrás ellátottság már nő. Másrészt, hogy a magánszektornál több külföldi eszköz halmozódik föl, akkor ez egyfajta puffert tud jelenteni egy esetleges válságnál, tehát nem csak egy banki devizatartalék, egyébként kedvező tartalékokkal is adódó egy banki devizatartalék áll rendelkezésre, hanem a magánszektornak külföldi követeléseiből is tud gazdálkodni, hogyha egy esetleges forrás kockázatra kerülő magatartás nem jelenző a világban. Rátérve a külső adósság ráták alakulására, tehát eddig a tranzakciós mutatókat mutatok, nem most egy állomány mutatókra térünk rá. Itt, ahogy említettem, a nettó külső adósság tovább csökkent. 2017 végén a GDP 13%-át tette ki. A tranzakciós adatokhoz hasonlóan látszik, hogy elsősorban az államháztartás és a vállalatok nettó külső adóssága csökkent, miközben a bankok nettó külső adóssága valamelyest emelkedett, ugyanakkor ez még 2017 végén is negatív volt, ami azt jelenti, hogy a bankok külföldi eszközei nem hozták a külföldi ütreiknek a nagyságát. Hogyha ezt a magánszektor nettó külső adósság állománynak megmondjuk utószára, akkor itt is jól látható, hogy a magánszektor külföldi eszközei nagyjából elérik már a külföldi adósság, külföldi hitelek közel mértékét, és hogy mi a válság előtt a GDP és a válság során is nagyjából a magánszektor külföldi eszközei GDP 20%-át tették ki, addig ez most már a GDP 30%-nál közelében emelkedett. A külső adósság rátákba történő alkalmazkodás, ez a korrekció az a bruttó külső adósságban is megfigyelhető. Itt még nagyon mértékű volt a
és a teljesítően a külsőadosság és a tulajdonosítettek jutó külsőadosság a GDP 60%-ára csökkent 2017 végére. Itt is elsősorban az önfinanszírozás miatt csökkenő állami jutó külsőadosságra érdemes felhívni a figyelmet. A bruttó külsőadosság csökkenésével összhangban a rövid külsőadosság is csökkent, az egy éve belül lejáró rövid külsőadosság is rendkívül alacsony szinten csökkent, 16,4 milliárd eurós kis mélypontot ért el 2017 végén. Itt is a bankok azok elsősorban csökkentették a rövid külsőadosságot, ugyanakkor az államnál is csökkent a rövid külsőadosság. Részben ez hozzájárult a 17 végén itt végrehajtott devizakötvény csere is, amit új bocsátásból törlesztettek végig, hogy kibocsátású devizakötvényeket, illetve a marzsin államban is csökkent, hogy szintén a rövid külsőadosság csökkenésének volt az irányába adott az államnál. Miért is fontos a rövid külsőadosság csökkenésének, és gondoljuk, hogy ez kiemelt jelentőségi. Egyrészt azért, mert a külföldi befektetők, illetve a hitelminősítők által kiemelten figyelt tartalékozatról a gyűjtőtékészben mutató percben ez szerepel. Tehát a rövid külsőadosság feletti devizatartalék az nagymértékben nőtt 2017 végére. Részben azért, mert csökkent a rövid külsőadosság, illetve végén nőtt is a devizatartalék, tehát így a különbség már közel 2 milliárd euró körüli összeget tesz ki. Másrészt a rövid külső adósság, tehát az éven belül lejáró külső adósság mutatja meg, hogy egy éven belül mennyi forrást kell megbővíteni Magyarországnak. Látható, hogy ez az elmúlt években 15-16 milliárd euró körül alakult, ami már jóval kisebb 2012-ben jelentő érték. Ugyanakkor azzal, hogy 2017 végén az éppen belül lejáró adósság 16 milliárd euró közelébe csökkent, és még 2011-ben is látható egy nettó finanszírozási képesség, az látható, hogy 2018-as bruttó finanszírozási igényben egy jelentős csökkenés lesz, tehát a külföldre való beutaltság a hazai gazdaságnak tovább tud csökkenni.